Csökkent az állami hírcsatornává alakult M1 nézettsége, a Duna televíziói viszont nőtt. Ez a mérlege az állami média átalakításának az első adásnak után. Az állami médiumok idén minden eddiginél több pénzből, több mint 80 milliárd forintból gazdálkodhatnak. Ez még Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint is sok. A Párbeszéd Magyarországért a felére csökkenteni a büdzsét. Az egykori szegedi körzeti stúdió épülete, az ajtó zárva, az állami média átalakítása miatt megszűnt a műsorkészítés itt, a köztévé utolsó vidéki stúdiójában. Ahhoz a szellemi kvalitáshoz, ami ebben a műhelyben működött, ahhoz ez nagyon méltatlan megoldás, hogy holnaptól nem jöhet be. Az állami média Kunigunda utcai épületében viszont sokan dolgoznak. Tegnap mutatkoztak be az új csatornák. Az M1-et nemzeti hírcsatornának nevezték át, egész nap hírműsorokat adnak. A főcsatorna szerepét pedig átvette a Duna televízió. Az állami médiára az idén több mint 80 milliárd forintot költenek. Nemrég a miniszterelnökséget vezető miniszter is arról beszélt, hogy ez az összeg túl nagy. A közmédiát azt közforintokból tartjuk fönn. És úgy hiszem, hogy az a 80 milliárd, talán nem is 80, hanem 60 milliárd, ha jól emlékszem a költségvetési törvény előterjesztésére, 80 milliárd, egyetértek önökkel, hogy a sok. A demokratikus koalíció szerint az első adásnapon bejött, amit az állami tévévezetői jósoltak. Azt mondták, hogy média történeti esemény lesz az új nemzeti hírtelevízió indulása. Tényleg az lett, hiszen az elmúlt évtizedekben egyszer sem fordult elő, hogy egy új tévéműsor rögtön az indulása napján ilyen hatalmasat bukjon. Az AGB Nielsen méréséből az derül ki, hogy indulása napján a nemzeti hírcsatorna nézettsége a 18-49 évesek között 3/4-6-kor például kimutathatatlan, azaz 0% volt. Ez pedig a teljes lakosság körében mért nézettség. Az látszik, hogy az új hírcsatorna csak a Duna televízióval és az ATV-vel volt versenyben, és alul maradt. A 7:30-as híradóra is kevesebben kapcsoltak, mint az átalakítás előtt, körülbelül 100 000 fővel esett a nézettsége. Napi átlagban 5% alatt maradt a hírcsatorna nézettsége, a Duna TV-jé elérte a 8-at, ez a kék oszlop. A piros a főműsoridő adata, látszik az állami hírcsatorna a nézők 2,7%-át érdekelte, míg például az RTL majdnem 22%-át. A főcsatornává vált Duna televízió nézettsége a korábbiakhoz képest viszont emelkedett, így összességében 4%-kal nézték többen az állami televízió műsorait, mint egy hete. A Párbeszéd Magyarországért szerint az állami médiának ehhez fele ennyi pénz is elég lenne. 80 milliárd forintot lecsökkentenénk a felére, azaz éves 40 milliárd forintra. A fennmaradó összeget, illetve az ebből nyert összeget, az pedig a gyermekéhezés felszámolására, pontosabban a tavaszi szünet és a nyári szünetben való gyermekétkeztetésre fordítanánk. Kerestük az ügyben Lázár Jánost, a miniszterelnökséget vezető miniszter, de azt üzente, elfoglaltsága miatt ma nem tud nyilatkozni. Kérdéseinkre, például arra, hogy mennyit költöttek a hírcsatorna létrehozására, az MTVA nem válaszolt.